Sokan hiszik, hogy a kutyapár csak viccelődik, padokat újít fel és buszmegállókat épít. Most megmutatjuk a valódi arcukat. Tiszta közbeszerzési rendszert alakítanának ki. Ez alapjaiban ásná alá a fennálló társadalmi rendet és a magyar elit anyagi stabilitását. A döntéshozók felelősségre vonhatóságáról beszélnek. Ezzel felszámolnák hazánk sok száz éves jól bevált közigazgatási hagyományait, így anarchiába taszítanák az országot. Az erdősítési programjuknak az lesz a vége, hogy bárkire rádőlhet egy fa. A részvételiség növelésével azt az illúziót akarják kelteni a gyanútlan emberekben, hogy beleszólhatnak az ország dolgaiba, de csak a nemzetvesztő álcivileket erősítik meg. Legalizálni akarják az orvosi és az élvezeti marihuánát. Sok ezer becsületes magyar díler megélhetését tennék ezzel a tönkre. Ez veszélyes. Április 3-án állítsuk meg a kutyapártot. Minden maradjon úgy, ahogy eddig volt.